Köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, városismereti műsorunkkal jelentkezünk. A városrészek titkaiban az elmúlt hetekben már építészek és városismert emberei, polgármesterek életét kutattuk, azaz kutatta szakértőnk Váci Márk történész, városkutató, akit nagy szeretettel köszöntök ma is a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. Két héttel ezelőtt izgalmas beszélgetést hallhattunk Hübner családdal kapcsolatban, és a mai műsorban ismét egy család lesz a középpontban. Én azt gondolom, hogy a Lausmann család és személy szerint Lausmann Gyula nem kevésbé izgalmas, a családi kapcsolataik miatt sem, illetve hát azért történészként, városkutatóként az ember, főleg a Fehérvárral foglalkozik, akkor óhatatlanul belefut Lausmann Gyulának az életművébe, különböző munkáiba, főleg a Székesfehérvár története című összeállításában, monográfiájában, ami tulajdonképpen Székesfehérvár első történeti monográfiája. Bár korábban is készültek azért kisebb lélegzetvételű várostörténeti munkák, de az első igazinak mégis ez tekinthető. Ehhez képest nagyon későn jelent meg egyébként nyomtatásban, majd a műsor vége felé fogunk erről igazán beszélni, hiszen tulajdonképpen a történészek ugye ezt tekintik az ő fő művének. Hát kezdjük el akkor a család történetét valójában, hogy kerültek ők Székesfehérvárra? Hát ha a család történetét elkezdjük boncolgatni, akkor mindenképpen Lausmann Józsefről kell beszélnünk, aki Feld Józsefát vette feleségül, 4 év korkülönbség volt köztük összesen. Én ezeket az életkorokat azért így szeretem néha összevetni, mert sokszor előfordul, hogy mondjuk a feleség idősebb, nem is kevéssel. Láttunk egyébként már ilyenre is példát, hogy jól emlékszem, talán Sára Gyula kapcsán volt egy ilyen 7 vagy 8 évnyi korkülönbség a feleség javára. Tehát nagyjából egykorúak, de azért mégsem feltétlenül. Magáról a Lausmann családról, amit tudni érdemes, alapvetően egy osztrák származású nemesi családról van szó, akik a Bach korszak idején, tehát 1849 után, az 1850-es években igazából Csehországból, a Cseh Királyság területéről költöztek át a Magyar Királyságba, elsősorban Baranya és Tolna vármegyékbe, és Lausmann József volt az egyetlen egyébként, aki Fehérvár megyébe, jelesül Székesfehérvárra költözött. Hogy a feleségével vagy itt nősült meg, erről én nem tudok pontosabbat. Minden esetre ennek a családnak, a fehérvári Lausmann családnak a története tulajdonképpen vele, illetve velük kezdődik. És Lausmann Józsefről képet is hoztál, vele kapcsolatban már is kollégák mutatnak egy fotót. Régi mániám a gyászjelentéseknek a tanulmányozása, ahogy ugye a Hübnerek kapcsán is, vagy akár Havranek Józsefnél, Sára Gyulánál, és akkor még sorolhatnám kiknél, ugye különböző gyászjelentéseket nézegettünk, itt is gyakorlatilag erről van szó. Lausmann József a székesfehérvári takarékpénztár tisztviselőjének a gyászjelentését láthatjuk itt a képen, ugye titkárként szerepel, ez a pontos titulusa. Ugye Feld Józsefának, az özvegynek a nevét láthatjuk többek között a gyászjelentésen, és felsorolásra kerülnek ugye a gyerekek. Egyébként a gyászeset megtörtént, tehát a haláleset napján, este 7-kor történt ez a sajnálatos elhalálozás, és aznap már megjelent ez a gyászjelentés, vagy legalábbis aznapi dátummal. Hogy tényleg akkor jelente meg, ezt nem tudjuk pontosan, ugye a takarékpénztár épülete, a városi takarékpénztár épülete volt a gyászház, tehát ahol maga a család lakott, ugye Lausmann József a feleségével, gyermekeik ekkor már nagykorúak voltak egyébként, és ez a Finn-féle Concordia temetkezési cég, akik a gyászjelentést kiadták, ők egyébként nem messze innen a takarékpénztár épületétől a belvárosban működtek, tehát könnyen meg lehet, hogy tényleg már aznap ez a gyászjelentéssel is készült. Ahogy elnézem ezeket a gyászjelentéseket, talán jó lenne visszaszokni arra, hogy ennyire részletes legyen, hiszen sok-sok információt tudunk hagyni az utókorra. Hadd mondjam azt, hogy ugye én, aki a saját családomnak a történetét is nyilván kutatom, meg hát más családoknak a történetét is, nagyon örülnék neki, hogyha 2022-ben ilyen jellegű gyászjelentések, ha nem is a sajtóban, de mondjuk a rokonságban azért keringenének. Hiszen ahogy megnézzük itt is,
gyakorlatilag a gyerekek felsorolásra kerülnek, az egyetlen ifjabb József kivételével, aki egyébként az édesapja előtt hunyt el, és akinek az emlékére egyébként a család, tehát a testvérei, illetve a szülei ciszterci főgimnáziumban egy alapítványi ösztöndíjat hoztak létre, amit minden évben a legkiválóbb tanulónak adtak egyébként át, és az ő emlékére egy 200 forintos, ezt is tudjuk pontosan, 200 forintos alapítványt hoztak létre, ennek a kamataiból osztották ugye ki ezt az ösztöndíjat, 200 forint azért akkoriban meglehetősen nagy összegnek számított. És ugye itt felsorolásra kerülnek a gyerekek, és akkor a saját példányomról most hat puskázzak. Lausmann Lujza volt a legidősebb, Csitári G. Emilnéként láthatjuk ugye férjezett nevén. Csitári G. Emil későbbi polgármester édesapjáról, illetve édesanyjáról van szó, tehát az ő szüleiről. Lausmann Józsefnek az unokája volt, tehát a későbbi polgármester. Aztán dr. Lausmann Gyula nevét láthatjuk, ugye ő a mai történetünknek a főszereplője. Lausmann Mariska, aki Takácsi Nagy Józsefnek lett a felesége. Ez a Takácsi Nagy család is egyébként Székesfehérváron, illetve környező településeken különböző közigazgatás és egyéb funkciókat töltött be. Csákberényben, Zámolyon, Fehérváron, tehát az ő nevük innen talán ismert. Illetve Lausmann Jenő nevét sorolják még itt fel a gyermekek között. Aztán ugye láthatjuk a testvéreknek a nevét, tehát alapvetően Lausmann József is egy meglehetősen sok gyermekes családból származott. Aztán láthatjuk dr. Lausmann Gyuláné született Dubovszki Olga, az ő menyének a nevét, ugye Lausmann Gyula felesége volt, Dubovszki Olga, illetve Csitári G. Emil, ugye az idősebb, valamint Takácsi Nagy József a két vő, és itt ugye felsorolásra kerülnek az unokák, elsőként a csitáriak, ugye Ilona, Elvira, Lujza, Olivér, Emil, Tibor és Jenő. Csitári G. Emil, illetve az ő testvérei. Ugye gyógyszerész, közigazgatásban dolgozó, és sorolhatnánk, hogy milyen pályákon mozogtak ők. Illetve Lausmann és a Takácsi Nagy unokák is láthatók ebben a felsorolásban. Ugye Lausmann László, Lausmann Géza, Mária és Dénes. És itt egyébként két Lausmann gyermek nem szerepel, róluk is majd természetesen lesz szó, ők a nagypapa előtt elhaláloztak, tehát ilyenkor ugye azért mindig érdemes egy kicsit utána nézni, hogy kik voltak azok, akik mondjuk előbb elhaltak, mint a szülők vagy nagyszülők, sajnos nagyon sok ilyen szomorú eset volt ebben az időszakban, sőt még ugye azért jóval később is, tehát az 50-es, 60-as évekből is akár tudunk ilyen példákat mondani, és sajnos napjainkból is, amikor már azért hál' Istennek a gyermek és a csecsemő halandóság sokkal kisebb és sokkal inkább visszaszorult. Ez köszönhető egyébként a különböző megelőző intézkedéseknek, és az olyan kiváló orvosoknak, mint amilyen dr. Lausmann Gyula is volt, hogy visszakössek akkor az ő személyéhez. Ezzel kapcsolatban majd egy érdekes családi hagyomány is jelentkezik, amikor is egy elhalt testvér nevét kapja a következő gyermek. De hát erre majd gondolom, ha itt lesz az ideje, rátérünk. Természetesen vissza fogunk térni. Ha a képek sorrendjében haladunk, akkor a Lausmann József ős után a következő kép az Feld Józsefához köthető. Feld Józsefának igazából a gyászjelentése, ugye Lausmann Józsefné nevét láthatjuk, és hát szintén a felsorolás, ezt most nem ismételném meg, ugyanazokról a személyekről van szó igazából. Végig mehetnénk rajta még egyszer, de úgy gondolom, hogy ezt felesleges megismételnünk. És hát mielőtt a képekkel tovább mennénk, azért mindenképpen át kell beszélnünk azt, és elmondani a nézőknek is, hogy hogyan lett Lausmann Gyulából tulajdonképpen orvos, hogyan került Budapestre, és aztán hogyan került vissza onnan Székesfehérvárra. Azt már tudjuk, hogy akkor kik voltak a szülei, hogyan folytatódott az ő története. Hát, mint ahogy egyébként nagyon sokan, főleg az előkelőbb családoknak a gyermekei Székesfehérváron, ő is a ciszterci főgimnáziumnak a tanulója volt, ahol többek között 4 éven keresztül a Mária Terézia ösztöndíj, ami egy mindenkori uralkodói ösztöndíj volt, elnyerésével kitűnt a társai közül. Ezzel is, és még egyébként sok minden mással, 1879-ben kitűnő eredménnyel érettségizett, és nem volt kérdés az, hogy hát gyakorlatilag szabad útja van az orvosi egyetemre. Ugye választhatott volna jogi pályát, mehetett volna közigazgatási irányba,
lehetett volna pénzügyi szakember, mint ahogy ugye az édesapja, aki egyébként korábban aljegyző is volt, tehát megfordult a közigazgatásban is, de aztán ugye banki szakemberként ment végül is nyugdíjba. És még számos lehetőség állt előtte, hiszen egy gimnáziumnak az elvégzése ugye a felsőfokú tanulmányok felé nyitja meg az utat, tehát ugye nem volt kereskedelmi végzettség alapvetően, úgyhogy ez szóba sem kerülhetett. Nem a reáliskolát látogatta, tehát a reál tudományok felé sem nagyon tudott elmozdulni, úgyhogy maradtak a humántudományok, tehát lehetett volna belőle mondjuk irodalmár, ami egyébként lett is, bár aztán nem erről szerzett oklevelet, nagyon sok mindennel foglalkozott, majd azért ezt látni fogjuk. Orvos lett belőle végül is, az orvosi hivatást választotta, és Budapestre került, de természetesen nem szakadtak meg a fehérvári kapcsolatai, hiszen a családja itt maradt, a testvérei itt éltek, aztán ugye egyre inkább kiterjedt ez a rokonság is természetesen, és hát időről időre azért visszajárt a Ciszter gimnáziumba. Tehát azért az sok mindent elárul róla, hogy a doktorálvatás után az első útja Gerlach Benyáminhoz vezetett, ő volt az egykori iskolaigazgatója. Ő volt az, akit először meglátogatott a diplomájával a kezében, és hát ugye hozta a jó hírt, hogy hát excellenciás igazgató úr, orvos lettem. El tudjuk képzelni, hogy azért ez nem akármilyen megtiszteltetés mindkét félnek. Milyen területen lett orvos? Hát ő leginkább tüdőgyógyászként futott be nagyon sikeres karriert. Ez is látszik egyébként a különböző munkáiból. Az orvosi pályáját azt mindjárt megemlítjük mindenképpen, hiszen ebben találta meg aztán a hivatását. De hát a Ciszter gimnáziumhoz azért még kötődött néhány érdekes szála. Ugye itt a testvérének a halálát már említettük, hogy ugye a testvére, az ifjabb József szintén egyébként a Ciszter gimnáziumnak volt egykor a növendéke, és aztán közésváltó ügyvédként meglehetősen fiatal korában hunyt el, és az ő emlékére hozták létre ugye ezt az alapítványi ösztöndíjat, amit említettem. De egyébként maga Lausmann Gyula is éleskedett ilyen ösztöndíjaknak a létrehozásában. 1904-ben elhunyt Alagi Dezső, a gimnáziumnak a görög és latin nyelvtanára, akiről egyébként az egykori Tóvárosban utcát is neveztek el. Ugye ez az egyik vasút felé menő utca. Mindig összekeverem, úgyhogy most hadd nem mondjam, hogy melyik volt ez. Ha jól rémlik egyébként a Martinovics utca, de lehet, hogy most valaki felkészültebb kijavítana. Ő írta meg a nekrológiát. Érdekes egyébként, hogy vagy ez jelent meg aztán a Ciszter gimnáziumnak az éves értesítőjében, az akkori igazgatónak a nevén, vagy pedig ez egy másik írás, minden esetre ott is egy meglehetősen hosszú életrajzot és nekrológot olvashatunk Alagi Dezsőről. Tehát ennek vagy Lausmann volt a szerzője, vagy nem, ezt nem tudjuk pontosan. Minden esetre ebben az értesítőben nem az ő nevével jelent meg. Illetve Ereki Alfonz, a mennyiségtan professzora volt az egyik kedvelt tanára. Hát ugye az orvosoknak azért a számokhoz is meglehetősen jól kell érteni, fizikához, kémiához szintén. Tehát azért a reál tudományokban ő meglehetősen jártas volt, a humántudományok mellett természetesen. És Ereki professzornak a tiszteletére egyébként 1915-ben, amikor elhunyt, egy ösztöndíjat hoztak létre a Ciszter gimnázium tanulói számára, egyfajta jutalomdíjat, aminek az alaptőkéjét többek között dr. Lausmann Gyula adta össze az egykori diáktársaival együtt. Ez igazolja, hogy fontos volt neki a fiatalok képzése és a képzés lehetőségének megteremtése, tehát segítse azokat, akik esetleg nehezebb helyzetből tehetségesen érkeznek egy-egy intézménybe. Igen, aztán egyébként Fehérvárra visszakerült orvosként, majd tiszti főorvosként is kivette a részét a helyi oktatásügyből, tehát oktatási bizottsági elnök volt, iskolaszéki felügyelő, és még lehetne sorolni. Majd itt az oktatás kapcsán azért néhány ilyen momentumot szintén felsorolunk vele kapcsolatban. De azért térjünk vissza az orvosi pályájára. 1884-ben szerezte meg az orvosi diplomát, 23 esztendős korában. És aztán ugye gyakorló orvos lett belőle, 1885-ben kezdte ezt a gyakornoki évét. A Rókus Kórháznak a belgyógyászati osztályára került gyakornokként, itt eltöltött ezen az osztályon fél évet. Majd aztán a fél évnek a másik felét, illetve ebből egészen pontosan 3,5 hónapot a nőgyógyászati osztályon töltött, különböző műtéteknek a végzésével, természetesen ugye felügyelet mellett. Tehát azért az orvosi hivatásnak számos válfajával megismerkedhetett,
végül is aztán öltüdőgyógyászat mellett kötelezte el magát egyébként, de hát természetesen mindenféle egyéb válfaját is művelte az orvostudománynak, ha éppen ugye erre volt szükség. És egyébként már meglehetősen fiatalon magánpraxis kialakítására is engedélyt kapott. Ez azért volt nagyon érdekes, mert 1885. szeptemberében az Üllői úti kórháznak lett ő a segédorvosa, miközben egyébként már magánpraxisban dolgozott, ami azért ekkoriban nem volt annyira gyakori, hogy ugye önálló orvosként is működhetett, kvázi vállalkozóként, ahogy ugye ma beszélünk erről. November 1-én viszont már alorvossá nevezték ki, tehát segédorvosból már rögtön az osztályos főorvosnak lett a helyettese. Ami egyébként azt is jelentette, hogy folyamatos bentlakást igényelt ez a tevékenység, tehát gyakorlatilag volt itt neki egy lakása, ugye hiszen éjszakai ügyeletet kellett ellátni, a főorvost kellett helyettesíteni ugye akkor, amikor ő éppen nem volt ott a kórházban, és még sorolhatnánk a különböző feladatait, és ehhez bizony folyamatosan ott kellett tartózkodnia, emellett a magánpraxisába is kijárt. Tehát azért volt neki egy lakása Budapesten, ahol a magánpraxis működött, de közben a kórházban lakott többnyire. Tehát ez egy kétlaki élet, és egyébként meg itt van Fehérváron a család, akik meg ugye folyamatosan hazavárják, hogy néha azért meglátogassa őket. Tehát valójában már nagyon fiatalon leterhelte magát, amennyire csak lehet, hiszen nagyon sok mindent vállalt. Hát és még, hogyha ez nem lett volna elegendő, ugye a későbbi életében is azért ezt látjuk, hogy szerintem egyetlen egy unalmas perce nem volt az ő életének. Egyrészt ugye családot alapított, nagyon sok mindennel foglalkozott, folyamatosan írt, előadásokat tartott, de már egyébként gyakorló orvos korában a Gyógyászat című orvosi szaklapban szakcikkeket jelentetett meg, és aztán ez folytatódott különböző egyéb szaklapokban. És végül is 4 évet töltött el Budapesten, amikor hazatért Székesfehérvárra, és a Megyeház tér 10-es számú házába költözött, ez a mai Szent István tér 10 egyébként, rögtön a Megyeháza melletti épület, Lausmann Gyulának az egykori lakóháza, ami most már 2007 óta egyébként emléktábla is látható, tehát ebből is tudhatja majd az utókor, hogyha már nem lesz senki, aki így el tudná mondani, hogy valóban itt lakott Lausmann Gyula, remélhetőleg ez az emléktábla sokáig ott lesz még. 1889. március 1-én lett a Fejér megyei közkórház alorvosa, tehát ugye szintén az egyik főorvosnak lett ő ugye igazából a, hát nem segédje, helyettese, lehet ezt mondani, és aztán osztályos főorvos lett 1900. december 31-én, ugye ez azért érdekes, mert az intézmény maga az már létezett, de csak 1902-től kezdett el működni ugye a mai épület együttesben, a mai helyén, ugye a Budai út, Seregélyesi útnak a kereszteződésében, és aztán tulajdonképpen osztályos főorvosként Lausmann Gyulának a pályafutása már itt, ebben az új épület együttesben teljesedett ki, amit ugye Hübner Jenő tervezett, amit ugye Hübner család kapcsán már korábban említettünk. Az ismerősei egyébként azt írták róla, meg a későbbi visszaemlékezők, többek között a későbbi polgármester, ugye dr. Csitári G. Emil, az ő unokaöccse, hogy küzdött eleget, küzdött sokat, és különböző ilyen felütésekkel kezdődtek az ő életrajzai, és többek között a mindenkori kormánnyal is küzdött, azért, hogy a közkórházakat anyagi eszközökkel támogassák. Ugye nagyon érdekes és fontos dolog az, amikor Csalai Kégű György, illetve akkor még csak Kégű György egy hatalmas nagy adományt ruház a városra és a vármegyére azért, hogy a fehérvári városi és vármegyei közkórház létrejöhessen, amit ugye az ő tiszteletére Szent György kórháznak neveznek el, ez azt gondolom, hogy természetes. Az, hogy a kórház felé menő egyik utcát, bár azért ez meglehetősen távol van a kórháztól, az ő tiszteletére Kék György utcának nevezik el, aztán mondjuk 45 után a rendszerváltásig van egy másik neve, de azt most tegyük zárójelbe, azóta ismét Kék György utca, ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát egy kórházat megalapítani az egy nagyon fontos dolog, és ez kell. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk Hidas Kürti Nagy Sándor alapi földbirtokos is többek között a szegényház meg a kórházjavára adományokat nyújtott, rendben van, ezek többnyire egyszerű összegek. És aztán ugye jön a Grünfeld család, akik a Luisa szanatóriumot megalapítják, ugye pont a tüdőbetegeknek a kezelésére. Ennek a Luisa szanatóriumnak az épülete együttese van most éppen átalakulóban.
Ez 1912-13. Közben eltelik 10 év, és a kórháznak valamiből működni kéne. Valamiből. Hát ugye az alapítványnak a tőkéje az még úgy, ahogy rendelkezésre áll, úgy, ahogy kamatozik, de meglehetősen akadoznak ezek a felajánlások, és ugye egy kórháznak a fenntartásához gyakorlatilag állandó pénzösszegre, állandó fedezetre, biztosítékra lenne szükség, és nem csak Fehérváron probléma ez, hanem számos egyéb közkórházban is, meg számos egyéb más közintézménynél, oktatási nevelési intézményeknél, iskoláknál, óvodáknál szintén. Tehát aki mondjuk egyszeri alapítványt tesz, nem biztos, hogy a kamataiból mondjuk fenn lehet tartani egy kórházat, amit aztán végül is először ugye a 10-es években bővítenek, amit említettem a Lujza szanatóriummal, szintén egy mecénás a Grünfeld család jóvoltából, és a 20-as években már Berzsenyi Zoltán főigazgatóság alatt történik a következő nagy fejlesztés. Ugye maga a 120 ágy és ez a pavilonrendszer sem váltja ki a vagy váltja be azokat a reményeket, amelyeket ugye ehhez fűztek. Kevés a kórházi ágy, kevés a megfelelő berendezés, és hát olyan körülmények vannak, amelyek között meglehetősen nehéz gyógyítani. Betegségeket megelőzni meg még nehezebb. Úgyhogy Lausmann Gyula nem csak az orvosi szaklapokban publikál, de bizony a Fehérvár és a megyei sajtóban is. És három cikkének a címét hadd említsem meg. Az egyik az a közegészségügyi exlex. Ami ugye arra mutat rá már maga a cím is, hogy vannak a közegészségügynek olyan vetületei, amiket a törvény nem szabályoz. Ugye ez az ex lex állapot, ez egy törvényen kívüli állapot, törvény által nem szabályozott állapot. Közegészségügyi zaphegyezés. Szerintem ez is sok mindent elárul. Illetve az egészségügyi tojástánc, az ugye szintén. Tehát ez a küzdünk a kórháznak a fennmaradásáért, meg a betegekért, ugyanakkor tiszteletben tartjuk ugye nyilván a feljebb valókat, tehát mondjuk a vármegyei és a városi vezetést, nem mellesleg nem kockáztatjuk azt, hogy a főorvosik és a tiszti főorvosi állásunkat elveszítsük. Na tehát ezek között a keretek között kellett Lausmann Gyulának mozognia, ettől függetlenül ő azért elég bátor embernek számított ebben a korszakban, tehát ő volt az, aki mondjuk azt, hogy kimondta ugye ezeket a dolgokat. Teljesen más műfaj, meg más kategória, ugye Hofi Gézát szokták mindig egyfajta szelepnek tekinteni, aki ugye elmondta a kisembernek a véleményét, tudjuk, hogy jobban volt Kádár elvtársal, aki az ország első számú vezetője volt. Hát fehérvári vonatkozásban jóval korábban, és ez egy nagyon béna hasonlat tényleg, meg nagyon sántít is, de talán így lehetne legjobban összevetni, Lausmann Gyula volt egy ilyen szelep, mondjuk a kórház és a vármegye között az ő irányukba. Nem volt egyszerű dolga, de talán ő volt az, akit meg is hallgattak. És valójában ezekkel a cikkekkel lobbizott a kórház működéséért és fejlesztési lehetőségekért? Így van, hát gyakorlatilag arról volt szó, hogy ugye a főigazgató nem vállalhatta fel azt az ódiumot, hogy levelekkel bombázza, akár nyílt levelekkel a sajton keresztül a városi meg a vármegyei vezetést. Volt egy osztályos főorvos, aki ezt megtette. Ő volt dr. Lausmann Gyula, aki hát többek között a saját tüdőbetegeiért is nyilván kiállt, és aztán később tiszti főorvosként, először fehérvári tiszti orvosként, majd vármegyei tiszti főorvosként szintén egyébként elmondta és leírta a véleményét, ahogyan és amikor ezt ő tudta. És akkor itt megint bebizonyosodott, hogy mennyire sok oldalú volt, hiszen ez már majdnem politizálás volt igazából, akárhogy is nézzük. Hát ha azt nézzük, hogy a közügyekkel való foglalkozást jelenti a politika, és ugye nem azt a pártpolitizálást, amit mondjuk a rendszerváltás óta értünk rajta, hiszen ugye mondjuk 45 és 90 között pártpolitikáról csak igen, csak visszafogottan lehet beszélni, vagy 48 és 90 között ugye a kommunista hatalomátvételtől, akkor lehet azt mondani, hogy igen, ő egy reálpolitikus ember volt alapvetően, és szerintem egy nagyon jó szakpolitikus lett volna belőle. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy újabb képet mutassunk meg? Megmutathatjuk most már az orvosi receptívét. Ez egy érdekesség igazából a Városi Levéltárnak a gyűjteményéből, illetve a honlapjáról származik. Dr. Lausmann Gyula, Fehérvár megye tiszti főorvosa, Ferenc József tér 9 alatt működött, ugye? Tehát akkor nem jól mondtam a korabeli címet, ugye a mai Szent István tér 10-ről van szó, az ekkori Ferenc József tér, majd aztán később ugye Megyeház tér 9-es szám, ugye a 92-es számú
telefonvonal tartozott hozzá. Tehát aki Fehérváron kérte a 92-est, az dr. Lausman Gyulát hívta. Nagy valószínűséggel, és ugye ez egy kitöltetlen receptív, hát erre írta az ő nyilván orvosi kézírásával ezeket a recepteket. Nos, hát Lausman Gyula receptíve után is van fotó, amelyet meg tudunk mutatni. Igen, a portréját láthatjuk. Sajnos nem annyira jó minőségű, de talán azért a tévénézők számára élvezhető valamennyire. Egy hivatalos kiadványban ezt már nem lenne érdemes betenni. Az egyetlen olyan minőségű interneten elérhető fotóról a kettő közül, ami egyébként közölhető, én azt gondolom. Hát ha azt nézzük, hogy 1861-ben született, megnézzük a fizimiskáját, akkor nagyjából arról az időszakról beszélünk most, tehát a korai 40-es éveiről, amikor ő a Fehérvári Kórháznak az egyik vezető főorvosa lesz, illetve aztán később ugye vármegyei tiszti főorvos, amely szerepben egyébként 1910-11-ben többek között a kolera járvány visszaszorításában is nagyon fontos és jelentős szerepet játszik. Ugye ez a kolera járvány több alkalommal felütötte a fejét a Magyar Királyság területén. 1830-31-ben volt egy úgynevezett kolera felkelés is ezzel kapcsolatban, hiszen ugye már akkor is kimutatták, és aztán főleg az egyetemes történelemből és az angol, német és egyéb orvosi szakirodalomból nyomon követhető az, hogy itt a vizek útján terjedtek ugye ezek a kolerás megbetegedések. Többek között ugye a közkutak kapcsán. Ugye a Fehérvárnak egy nagyon fontos közkutja volt a Királykút épületében, illetve azon kívül, ugye a homlokzaton volt megtalálható, amiből egyébként a városi ivóvízrendszer kiépítésig 1911-ig megfelelő beosztás alapján a különböző városrészeknek a lakói a vizet vételezhették. Hát ha egy ilyen közkút megfertőződött, akkor az gyakorlatilag egy egész városnak a potenciális fertőzés bócát jelentette, és ugye én foglalkoztam azért más Fejér megyei településekkel, illetve foglalkozom most is, vízközeli településeken jelentette ez főleg nagyon komoly problémát, főleg nyílt vizeknél. Ercsiben, ahol a Duna ugye szabadon hömpölygött és hömpölyög ma is, az 1860-as években például volt a Ercsi környékén, ott a Duna parti településeken egy nagy kolera járvány. A 10-es években, amikor már Lausman volt a vármegyei tiszti főorvos, szintén Fehérvárt is érintette egyébként ez a járvány, és aztán el lehet mondani a vármegye más területeiről is, ahol szintén nyílt vizek mentén épültek a települések, mondjuk a Sárvíz mentén, Szabadbattyán település, Tác, Soponya, tehát lehetne sorolni ugye ezeket a falvakat, illetve hát az ország más területein is ez jellemző volt, főleg ahol többnyire közkutakat használtak, már pedig a vezetékes ivóvíz az ugye akár Fehér megye területein is van, ahol egészen későn jelent meg, és ugye ma is vannak olyan lakások, ahol még nincsen vezetékes ivóvíz, de ezek ma már inkább külterületeken találhatók, és hát a nyílt vízforrások ugye nagyon sokáig a tiszta vizet jelentették igazából. Ha ez valahol megfertőződött, akár egy elhullott állat miatt, akár egyéb betegséget vitt magával a víz, az bizony végigfertőzhette a környék falvait. És az elmúlt két év tanúsága alapján mi magunk is tapasztalhattunk, hogy egy ilyen járványt milyen nehéz visszaszorítani. Most akkor gondoljunk bele, hogy 100 évvel ezelőtt milyen nehéz volt. Ha már az elmúlt éveket említetted, akkor azért említsük meg itt a karantént, mint olyat. Mert ugye ez egy nagyon fontos megelőző és védekező intézkedés volt ebben az időszakban. Lausman Gyula is vármegyei tiszti főorvosként hozott több ilyen rendelkezést, amit természetesen vagy az adott járás főszolgabírójának, tehát ugye az adott járási vezetőnek, vagy pedig az alispánnak, főispánnak ugye hivatalos határozatba kellett foglalnia, és hatósági emberként, ugye közigazgatási vezetőként ők rendelhettek el például teljes zárlatot. Ami azt jelentette, hogy akár egy teljes falut is zár alá vehettek, gyakorlatilag kimozdulni sem lehetett a településről, megszűnt a külső kereskedelem, nem lehetett szállítani, nyilván a víz utánpótlást megpróbálták valamilyen más módon biztosítani, de akár elszigetelt esetekről is olvashatunk a korabeli sajtóban, már a dualizmus korai éveiben, az 1860-as években is, vagy a 80-as években.
amikor mondjuk uradalmi pusztákon egy-egy cselédházat szó szerint kerítéssel körbevettek, akár léckerítéssel, akár mondjuk egy gyengébb kőkerítéssel, strázsák álltak a ház előtt, tehát ezek többnyire ugye a Rózsa Sándor történetekből jól ismert pandúrok, csendőrök, ugye, hogy lefordítsuk egy másik kifejezésre, akik ugye a vidéknek a közrendjét vigyázták, hiszen ugye a városokban elsősorban a rendőrség működött, meg a vármegyei székhelyeken, és ugye vidéken pedig a csendőrség látta el ezt a szerepet. Tehát ők éjjel-nappali őrzővédő szolgálatot láttak el, hogy se kijönni ne lehessen abból a házból, vagy arról a portáról, se bemenni ne lehessen. Ezt jelentette a karantén. Tehát nem egy piros A4-es cetlit, ami vagy van, vagy nincs, ugye? Nagyon komoly őrizetet jelentett, és ez bizony egy komoly hatósági zárlat volt. Ekkoriban nem gondolkodtak azon, hogy itt milyen jogok és egyebek sérülnek. Az emberi élet volt az, amit a leginkább figyelembe vettek, és amit a leginkább szerettek volna megőrizni. És tulajdonképpen az ilyen kemény intézkedéseknek köszönhető például az is, hogy az 1910-11-es kolera járvány Fejér vármegyében, igaz, hogy sok áldozattal, de az országos viszonylatban mégiscsak kevés áldozattal sikerült átvészkodni. Nyilván ilyen körülmények között nehéz voltok egy gyógyítani, a tesztelések nem voltak nyilván, tehát azt se lehetett tudni, hogy na, mikor oldják fel ezt a bizonyos zárat. Tehát el tudom képzelni, hogy voltak áldozatok, de hát ez kellett ahhoz, persze, hogy megálljon. És ugye azt se felejtsük el, hogy azért többnyire a nyomtatott sajtó útján terjedtek ezek a hírek. Az emberek jelentős többsége egyébként nem tudott olvasni még ebben az időszakban, tehát vagy felolvasta valaki ezeket a híreket, vagy a kisbíró kidobolta, ugye ezt a rendszert még azért ismerjük, és aztán így terjedtek gyakorlatilag a hírek. Aztán, hogy ezek mennyire voltak pontosak, ugye az egy másik történet, hiszen megjelent a vármegye hivatalos közlönyében mondjuk a rendelet, vagy a hirdetmény, és aztán ezt hogy adták tovább a különböző településeken, hát nyilván ugyanúgy, ahogy a népmesék, népdalok, ugye ezek is szájról szájra, lehet azt mondani, hogy terjedtek kézről kézre, tehát időnként azért nyilván változtak ezek az információk is. Térjünk vissza talán a képekhez, hiszen Arany János balladái és az Emlékkortan címmel is hoztál egy fotót. Igen, az Elmekortanról van szó. Szóval ez egy nagyon érdekes területe Rausmann Gyula munkásságának. Ugye alapvetően ő tüdőbetegekkel foglalkozott, tehát azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy a tuberkulózis ellen védekező egyesületnek volt ő egyébként alapító tagja 1906. januárjában, tüdőgyógyász szakorvosként, és aztán 5 éven keresztül a titkári teendőket is ellátta. Tehát ennek az országos egyesületnek volt ő a titkára, és aztán majd fogjuk látni, hogy egyébként számos egyéb társulatnak, ami már nem orvosi vagy betegség megelőző célokat szolgált, szintén valamilyen vezető tisztségviselője, alapítója volt általában. És hát aztán beválasztották a Városi Közegészségügyi Bizottságból, ugyanúgy, ahogy a sajton keresztül szóban is természetesen ostorozta azokat az állapotokat, amelyek ekkoriban megjelentek, és egyáltalán léteztek, és ugye ekkoriban jelentek meg a már említett cikkei is többek között, ugye az Extex, zaphegyezés, tojástánc. Igen, itt már azért megjelenik a Vörösmarty kör. Így van, így van, és aztán ugye a munkásságában az orvostudomány gyakorlati oldala mellett azért megjelennek elméleti dolgok is. Az irodalomnak ő nagyon nagy kedvelője volt, és a történelemnek is, tehát például az Arany János balladáinak orvostani jelességei című dolgozata volt az egyik első ilyen, mondjuk azt, hogy szintetizáló munka, amiben ugye az orvostan is helyet kap, és az irodalom is. Elég érdekes megközelítés. Hát, ha azt nézzük, hogy Arany János Balladá és az Elmekortan címén szintén kiadott ugye egy hasonló munkát, már ugye a Vörösmarty kör tagjaként, és egyik fő előadójaként, legismertebb tagjaként. Igen, ez egy érdekes megközelítés, én is azt gondolom, de egyébként ezt manapság is tapasztalhatjuk, hogy például a művészeknek az életét, gondoljunk csak Zeyzer Endre munkásságára, ő is nagyon sok művésznek, politikusnak, akár közéleti személyiségnek az életét, ugye a genetikán keresztül, a genetika szemszögéből közelítette meg azt, hogy hogyan alakult a magánéletük, ez hogyan csapódott le például a munkásságunkban. Lausmann Gyula volt mondjuk Zeyzernek az egyik ilyen előfutára. Értsük ezt úgy, hogy a ballada szereplőinek elme állapotát kutatta? Hát említsük akkor néhány Arany János balladának a címét, és akkor szerintem a tartalmaz be fog ugrani mindenkinek. Az Ágnes asszony. Ugye egy elme megbomlásának a története igazából, egy gyilkosság,
ugye megöli a saját férjét, és aztán ezeket a véres ruhákat mossa a patakban folyamatosan. Ugye nem biztos, hogy jól fogok idézni, de az a lényege igazából az egésznek, és ez a refrénje tulajdonképpen a lényegi mondani való, hogy Ágnes asszony a patakban a ruhákat mossa, mossa. És hát ugye bizony pirosra festi a vér magát, a vizet is, és hát ez a vér, ez végigkíséri az ő életét, tehát gyakorlatilag itt megbomlik az elméje. A hídavatás, ami ugye egy hídnak a felavatásáról szól, és erről a frissen felavatott hídról egyébként néhány öngyilkos közben leugrik. Na, hát azért az öngyilkosság az általában ugye nem feltétlenül épp elmére val, minden esetre valamilyen pszichikai betegség áll a hátterében, és akkor még azért aranyballadákat lehetne felsorolni, amelyek szintén ebbe a történetbe sorolhatók, akár egy látomás jelenik meg, amit már itt ugye azért nem révülésként, meg mondjuk nomádrítusként értelmez mondjuk Arany János, hanem egyfajta elmebomlásként valójában. Tehát a látomásokat is ő már így értelmezi, és hát természetesen Lausmann Gyula ezt a gondolatmenetet folytatja. És nem olvastam még ugyanezt a munkát, de biztos, hogy van olyan aranyballada is, amiben mi sem feltétlenül találjuk meg rögtön ezt a szálat, ezt az elmekortani vagy orvoslástani szálat, de biztos, hogy ezekben is megjelenik. Nyilván az irodalom történet ezekkel már foglalkozott, illetve az Arany János balladáinak orvostani jelességei az persze nem csak az elmekortannal foglalkozik, hanem számos egyéb dologgal is. Érdekes lehetne erről tovább beszélgetni, de alig 12 perc maradt a műsorunkból, és még nagyon sok kép van, és nagyon sok információ, amelyet hoztál Lausmann Gyulával kapcsolatban. Hát orvosként természetesen történelmi munkákat is letett az asztalra már a századforduló idején, például a Magyarországi Járványos Betegségek Története című munkája, amit ugye már vármegyei tiszti főorvosként írt meg, természetesen hangsúlyosan foglalkozik Fehérvár megyével és Székesfehérvárral, illetve egy későbbi munkája, Székesfehérvár feliratos kövei szintén tartalmaz egyébként ilyen orvostörténeti érdekességeket. Tehát aki például Székesfehérvárnak az orvos történetével, gyógyítás történetével foglalkozik, akár szépíróként, hiszen erre is láttunk példát az utóbbi években, és láthatunk napjainkban is, akár kutatóként, természetesen bátran nyúlhat Lausmann Gyulának a munkásságához. Talán mehetünk a képek vonalán így van, tovább. Így van, menjünk tovább, hiszen ugye említettem az Adatok a Magyarországi Járványok Történetéhez című munkáját, és aztán lehetne még említeni azt is, hogy neki bizony irodalom történeti munkássága is volt. Ugye a színművészetet behatóan tanulmányozta, például Petőfi Székesfehérvárot című munkája, vagy a székesfehérvári színjátszás kezdeteiről írott, tehát a reformkor időszakát bemutató dolgozata szintén ide sorolható, de egyébként erkölcsös és a hazafias életvitelre ösztökélő dramatizált jeleneteket, verseket is írt. Tehát irodalmárként ugyanúgy jeleskedett. És még nem értünk a felsorolásnak a végére, hiszen a színház mellett a zene iránt is rajongott, kitűnő hegedűs és brácsás volt, tehát a kamarazene iránt fogékony fehérvári közönség így is számon tartotta. Számtalan hangversenyhez írt ő egyébként programismertetőt, illetve ezekről kritikát, különböző kritikai és társasági lapokban. Állandó kritikusa volt a Székesfehérvári Hírlapnak, cikksorozatban emlékezett meg például Mozartról, illetve Lisztről, arról is, hogy Liszt Ferenc, amikor Székesfehérvárra látogatott, akkor hogyan zajlott ez az eseménysorozat, milyen emlékezete van ennek a városban. Tehát történetíróként, zenekedvelőként ezeket az affinitásait ötvözte, és aztán amikor 1901-ben megalakult a Zenekedvelők Egyesülete, őnek természetesen talán hangsúlyozni sem kell, alapító tagja volt, és 1915-től egészen 1918-ban megkövetkezett haláláig az alelnöki teendőket is ellátta. Ha nem tudnám, hogy mennyire kiváló volt minden területen, akkor azt mondanám, hogy elaprózta magát, de ha ez tényleg így lett volna, akkor most nem lenne miről beszélnünk. Hát kicsit előre szaladok, mert ezt a műsor végén szerettem volna elmondani az emlékezete kapcsán. Ha a Vörösmarty könyvtárnak a helyismereti, a Vörösmarty könyvtárnak a honlapját megnézzük, és azon belül a helyismereti aloldalt, akkor ott láthatjuk, hogy a helyismereti és digitalizálási csoportnak köszönhetően Lausmann Gyula munkái közül 22, most már digitálisan elérhető, és egyébként PDF-ben letölthető a könyvtárnak az elektronikus katalógusából. Ezek a címlapok egyébként onnan vannak, azt elárulom.
és ez csak 22 az összesből, és hogyha ott megnézzük csak a címeket, tehát bele sem olvasunk ezekbe a munkákba, már akkor is láthatjuk, hogy mennyi mindennel foglalkozott. Tehát ugye volt már szó Arany János balladáiról, ami ugye azért irodalom. Volt szó színjátszásról. Az irodalmat még egyébként számos egyéb területtel kapcsolatban meg lehet említeni. Többek között ugye annak kapcsán is, hogy aztán a Vörösmarty körnek lett ő egyébként egyik kiváló személyisége. Ugye 1867-ben alakult meg ez a Vörösmarty kör a kiegyezés évében, és 1907-ben Lausman írta meg a Vörösmarty kör 40 éve című összefoglaló munkát, és aztán ugye 1907-ben történt meg az, hogy Széchenyi Viktor főispán felajánlotta akkor egyébként a Vörösmarty kör elnökeként a saját városi palotáját a Vörösmarty kör javára, és ugye ebben az épületben található meg, illetve most már csak kettő darab helyiségében ennek a körnek az utóda a Vörösmarty társaság is, mint olyan egyébként. Lausman Gyulát természetesen a fontos elődök között sorolják fel ma is. A borítóról is hoztál képet, de előtte már látható, a televízió nézők is láthatnak egy fotót. A Székesfehérvár két háborús éve. Igen, igen. Áttérünk akkor a történeti munkásságára. Tehát ugye említettük az irodalmat, a színjátszást, a zenét, az orvoslást, és akkor most következik maga a helytörténet, a történelem, amivel nyilván azért korábban is foglalkozott, hiszen ugye az előző munkái is történeti munkák voltak nagyrészt. Ugye ez a Székesfehérvár két háborús éve, ugye ez az 1601-1602-es két esztendőt jelenti, ugye a város ideiglenes visszafoglalása a töröktől, illetve ugye 1602-ben a város újabb török visszafoglalása, tehát ugye ez a Vatai Ferenc féle história, amit ugye nyilván nagyon jól ismer mindenki, tehát erről az időszakról van szó, ezt is meglehetősen alaposan feldolgozta. És aztán 1910-ben egyébként, ugye a Vörösmarty körbe való belépés után, a Fejér Vármegye és Székesfehérvári Múzeum Egyesület megalapítása szintén, többek között Lausman nevéhez fűződik, ugye ennek az egyesületnek lett az elnöke Marosi Arnold, a múzeum első igazgatója, és az egyesületi titkár szerepkörét pedig talán nem meglepő módon dr. Lausman Gyula vállalta magára. És aztán a Múzeum Egyesület, illetve a Vörösmarty kör tagjaként jelentek meg a különböző munkái. Ezek gyakorlatilag olyan kisebb lélegzetvételű tanulmányok, amelyeket egyébként beszédek, előadások formájában ő megtartott, vagy a Múzeum Egyesületben, vagy a Vörösmarty körben, és hát ugye az illető egyesület, társaság természetesen nyomtatott formában ezt megjelentette a szerző nevével, és egyébként ezek meglehetősen díszes kiadásoknak számítottak akkoriban is. Például ilyen előadása volt a Szőlőhegyi kápolnáról, ugye ez a Szent Donát kápolna. Aztán ugye ez a Székesfehérvár két háborús éve a 17. század elején, illetve a korábban már látott munkák szintén ide kapcsolódnak. És ugye említettem, hogy 1918-ban hunyt el, 1918. októberben egészen pontosan, és hát a lelkesedéséről árulkodik, hogy ugye te is mondtad, elaprózta magát, amint ugye én mondtam, nem volt egyetlen unalmas pillanat az életében, és a gyermekeiről még nem is beszéltünk. 1918. novemberére szánt előadását is elkészítette, amit a Múzeum Egyesületben szeretett volna megtartani, de sajnos erre már nem került sor, hiszen októberben elhalálozott. Egyébként meglehetősen fiatalon 67 éves volt mindösszesen, tehát azért még bizonyára adódott volna neki számos lehetősége. Hát láthatjuk, hogy a 67 év alatt legalább 100-at élt. Bizony, nagyon sokat élt, és hát tényleg ugye mindig el szoktam mondani, akár Lausman kapcsán, akár az ilyen eminens emberek kapcsán, hogy én magam is tapasztalom azt, hogy hát bizony az ember több hetes, meg néha több hónapos lemaradásban van saját magához képest is. Lausman meg gyakorlatilag megírt egy olyan előadást, amit aztán már meg se tudott tartani, de gyakorlatilag a halál előtt jóval ez már el is készült, úgyhogy én azt gondolom, most is le a kalappal az ő teljesítménye előtt. Még annyi időnk van, hogy azért megmutassuk azt a néhány képet, amelyel készültél a mai műsorhoz. Hát amiért egyáltalán Lausman Gyuláról beszélünk, amellett, amit eddig ugye elmondtunk róla, hiszen már ez is arra érdemesíteni, hogy beszéljünk róla, az a Székesfehérvár története című kézirata. Hiszen ez az ő életében nem jelent meg nyomtatásban,
és az unokaöccse Csitári G. Emil volt az, aki először szorgalmazta a 30-as években azt, hogy hát ezt bizony ki kéne adni. Úgyhogy gépiratban különböző másolatok készültek róla, és a 90-es években jutott el odáig a fehérvári tudós és történész társadalom, Farkas Gábor, az akkori városi és megyei, majd később ugye önállósuló városi levéltár igazgatója kezdeményezésére, hogy ez a munka megjelenjen. Úgyhogy először megjelent 4 kötetben, ugye Fehérvár történetének a 4 nagy korszakát mutatta be, Lausmann Gyula munkája, és aztán a későbbiekben természetesen ugye ez egy puha borítós változat volt, egy sima kartonált verzió, egy 2 kötetes változatban is megjelent, tehát ugye az első 2 és a második 2 kötet különböző színű kemény borítókkal jelent meg. Egyébként ugye ezzel a díszítéssel természetesen az eredeti kiadásra is utalva, ez már ugye Csurgai Horváth József igazgató úr vezetése alatt. Mennyire értenek egyet ma a történészek Lausmann Gyula könyvével és leírásával? Volt egy nagyon fontos személy, akire Lausmann Gyula tudott támaszkodni, majdnem szomszédban, 2 házzal odébb lakott a Szegfű család, ugye ebből a Szegfű családból származott Szegfű Gyula, Magyarország egyik vezető történésze, aki a 2 világháború között Hóman Bálinttal, ugye Fehérvár országgyűlési képviselőjével, a Nemzeti Múzeum főigazgatójával, történésszel, numizmatával, tehát éremtani kutatóval, és még sorolhatnánk a titulusait, közösen megírta a Magyarország története című többkötetes nagy monográfiát. Aztán később az ő szemléletmódja változott, ugye Rákócziról is írt több művet, a Trianon utáni Magyarországról, és még lehetne sorolni. Ekkoriban éppen Bécsben tartózkodott, egyetemi tanulmányait folytatta, 18-19 éves volt, és különböző jegyzeteket küldött haza a szomszédnak, dr. Lausmann Gyulának, aki ugye már elkezdett dolgozni ezen a kéziraton. A bécsi levéltárakban található különböző adatokat jegyzetelte ő ki, illetve címjegyzékeket küldött Lausmannak, amiket ő fel tudott használni, illetve a Fehérváron és ugye a Magyar Királyság levéltárjaiban, közgyűjteményében felelhető anyagokat pedig vagy személyesen, vagy ugye az ismerősei révén áttételesen tudta tanulmányozni. A legfontosabb megállapításaival természetesen a történész szakma ma is egyetért, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, ami az ő kézirata nélkül nagy valószínűséggel elveszett volna, tehát sok olyan adat ma már nem található meg, amelyeket ő egyébként ezekben a kötetekben rögzített. Nyilván vannak olyan megállapításai, amelyeket ma már az azóta előkerült információk nyomán meghaladott a történettudomány és a kutatás, és hát bizony sajnos vannak olyan megállapításai, amelyek már akkoriban sem feltétlenül állták meg a helyüket. Ez adódhat abból, hogy nem volt jó az eredeti információ, adódhat abból is, hogy ő mondjuk áttételesen értesült ezekről az adatokról, és mondjuk ott másolás közben esetleg már az adatközlő vétett valamilyen hibát, tehát ez előfordulhat. Illetve ami nem azt mondom, hogy csökkenti ennek az értékét, de mondjuk a történeti és a tudományos műfajban kevésbé állja meg a helyét, emiatt ez a munka, az a rendkívül aprólékos néhány idézet, oklevélszöveg, különböző egyéb munka, amelyeket ő fontosnak tartott egy várostörténeti monográfiában szinte szóról szóra leközölni. Ezeket ma általában adattárakba, függelékekbe szokták beilleszteni, QR-kódokkal ellátva különböző háttértárakban ugye megtalálhatók, de általában nem vagy a főszövegben, még nagyon a kötetekben sem kapnak helyet. Voltak nyilván olyan liblingjei, olyan kedvenc témái, amikkel előszeretettel foglalkozott. Illetve vannak olyan grafomán emberek, akik arról írnak a legtöbbet, amiről tudnak. És arról írnak kevesebbet, amiről kevesebbet tudnak, vagy egyáltalán nem. Hát így volt Lausmann Gyula is, hogy a rendelkezésére álló információkat próbálta minél szélesebb körben, minél alaposabban rögzíteni, és hát voltak olyanok, amik meg elsikkadtak pont emiatt. Belevágjunk, hogy a hátralévő 2 percben gyorsan végig szaladjunk a képeken? Mindenképpen érdemes szerintem belevágni. Kollégát már segítenek is. És itt igazából olyan sok mindenről nincsen már alapvetően szó. Dr. Lausmann Gyulának 3 gyászjelentését láthatjuk ugye az Országos Széchenyi Könyvtár gyászjelentés adatbázisának köszönhetően. Ugye vármegyei tiszti főorvosként tünteti fel itt a család az egyik gyászjelentésben,
Aztán láthatunk egy takarékpénztári gyászjelentést is. Ugye a takarékpénztár igazgatósága, felügyelőbizottság és tisztikara bocsátotta ki, ugye Fejér vármegyei tiszti főorvosa emlékére ezt a gyászjelentést, illetve Fejér vármegye is kibocsátott szintén egy gyászjelentést 1918. október 9-én, és hát itt ugye természetesen az érdemeit méltatják, ugye a családi gyászjelentésen természetesen a családtagoknak a nevei láthatók, ugye a feleség, a még élő gyermekek, és hát ugye a még élő családtagok. A következő képen ugye a családi sírbolt látható, és akkor itt hadd puskázzak megint, ugye a hosszú temetőbe temetkezett a Lussmann család is, sokak mellett. 1918. október 8-án történt a haláleset, október 10-én volt a temetés a hosszú temetőben. Korábban elhunyt gyermekei mellé temették dr. Lussmann Gyulát. 1892-ben a születése évében elvesztett legidősebb fiúk nyugodott ekkor már itt, a kis Gyuszika, akinek a gyászjelentése egyébként szintén megtalálható az interneten, ebben a gyászjelentés adatbázisban, illetve az 1902-ben született és 1914-ben 12 esztendős korában elhunyt Józsika, akinek a gyászjelentése itt egy pillanatra fel is villant. Itt szintén meg tudjuk mutatni, tehát még az édesapja életében ő is elhalálozott, a két gyermeke mellé temették, és aztán Dubovszky Olga, aki egyébként mindössze 7 évvel volt fiatalabb nála, 1951-ben hunyt el, tehát egészen 51-ig özvegyként élt, 33 éven keresztül, azért el tudjuk képzelni, hogy ez egy nagyon hosszú idő, de közben a gyermekei felnőttek, László, Géza, illetve Dénes fiaik, valamint Márta lányuk megérték a felnőtt kort. Géza egyébként a családnevét Lászaira magyarosította. Egyébként az is érdekes, hogy nem csak, hogy Lussmann Gyulának a testvére József volt doktor, ugye ügyvédként, de egyébként Lussmann Gyulának az összes fia doktori fokozatot viselt, tehát mindegyik doktor előtaggal rendelkezett, így természetesen dr. Lászai Géza is, korábban Lussmann Géza. 1976-ban temették őt a családi sírboltba, ekkor már itt nyugodott a 15 éves korában, 1948-ban elhunyt Ágnes, Lászai Ágnes, felesége Krause Márta 1995-ben hunyt el, őt is ide temették, illetve fiúkat, az 1945-ben született Lászai Dénes János szintén, őt 2013-ban helyezték itt örök nyugalomra. Az ő nevéket azért soroltam fel, mert ők azok, akik ebben a családi sírboltban nyugszanak, Dénes és Márta pedig a nagyszülőknek a sírboltjában kapott nyughelyet. A két utolsó képpel búcsúzunk el Lussmann család történetétől. Hát Lussmann Gyulának az életrajzát többen megírták, a legalaposabban egyébként Lakatos Dénes, akinek aztán ez az írása meg is jelent. Ő többek között ebben az életrajzban nem csak a tudományos és szépirodalmi munkásságát írja le Lussmann Gyulának, de a családi körülményeit is, tehát azt, hogy a két fia például ugye még az életében elhunyt, illetve ugye a feleségének, Dubovszky Olgának a nevét szintén feljegyzi, aztán természetesen ugye az őseiről is ír, és ugye az utolsó képünk az pedig ugye azt mutatja, hogy 2007-ben az ő egykori lakóháza, ugye a mai Szent István tér 10-es számú épületen avatták az ő emléktábláját, és ugye láthatjuk, hogy orvos helytörténészként jegyzi Székesfehérvárnak a köznyelve és egyáltalán ugye a fehérvári közönség, aki elsőként írta meg Székesfehérvár monográfiáját. Ha ez a megállapítás nem is teljesen pontos, akkor azt mindenképpen, de úgy gondolom, ezt egy emléktáblán azért nem kell hosszasan ragozni, a legteljesebb és legpontosabb monográfiáját tényleg elsőként ő írta meg a városnak. Úgyhogy ha csak ennyit tett volna Székesfehérvárért, az előző 50 percben felsoroltakon túl, akkor már ezért is méltó lenne arra, hogy legalább egy emléktáblával megemlékezzünk róla, és időnként fejet hajtsunk előtte. Máci Márknak nagyon szépen köszönjük, hogy megismerhettük Lussmann Gyula történetét, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm a figyelmet. Városrészek titkaival legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra!